vasárnapunkon. Isten tiszteletünk elején a 165-ös énekünk első és második verszakát énekeljük. Isten tiszteletünk liturgiája az egyes számú énekverses rend, majd az ige hirdetés előtt a 151-es énekünk első versét énekeljük, az ige hirdetési rész végén pedig az utolsót, Isten tiszteletünk végén pedig a 161-es ének hatodik verszakát. Most kezdjük el mai alkalmunkat a 165-ös ének első és második versével. Thank you.
bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akiben megjelent Isten szeretete, hogy semmi el ne válasszon tőle. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Oh,
kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ígéret és alapigét, ugye, hogy megérve találjuk Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetében az első verstől. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készül. Így szólt hozzájuk, az aradnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldje munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a falkasok közé. Ne vigyetek magatokkal elszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fialakozik, megnyugszik rajta békességetek. Ha pedig nem, rátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt tegyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt. Leverjük még a port is, amely a városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy elközelített az Isten országa. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Ennek a történetnek kapcsán jutott eszembe egy film élményem, amelyben a három napkeleti bölcs egyike, miután meglátogatták a kis Jézust, ott marad Izrael vidékén. Nem megy haza. Kíváncsi, hogy mi lesz ebből a gyermekből. Kíváncsi, és ott van a szent család körül évről évre. Ott van Jézus körül akkor is, amikor már felnő. Újra és újra ebbe a filmbe felbukkan ennek a napkeleti bölcsnek az alakja. Ott van minden nagyobb eseménynél. Ott van a keresztnél is. És talán ő az egyik első, aki megérti, hogy kicsoda is Jézus valójában. Eleinte a kíváncsisága hajtja. De aztán később, ahogy haladnak előre az események, ahogy haladunk előre az időbe, már a meggyőződése, ami igazolást akar nyerni, azt tartja ott. Így valóban ő lesz az első igazi tanúja annak, hogy Jézus a Krisztus. Azért jutott eszembe ez a kis filmélmény, ez a történet, mert a 72 tanítvány kiküldésének a története arról szól, hogy ezek az emberek tanúskodnak az őt küldőről. Tanúskodnak, és amikor visszaérnek, akkor nagyon lelkesen mesélik Jézusnak, hogy hát még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk, amikor a te nevedben felszólítottok őket. Álmélkodva látják ők maguk is a jeleket, amik Jézus nevére történnek ő által. Nagyon örülnek, hogy ilyen hatalmat kaptak a kezükbe. Mai korunkban nagyon ritka, amikor egy igehirdető munkáját ilyen csodás jelek kíséri. Csodás gyógyulások, feltámasztás. Ha valami, akkor ez bizony okot ad nagyon sokszor a szkeptikusoknak. És nagyon sokszor maguk a hívők is szkeptikusan fogadják ezeket a történeteket. Ugyan már, hogy lehet az? Vagy van olyan templomhoz kötődő ember, aki mégis nagyon szkeptikusan, nagyon cinikusan tudja megkérdezni, hogy hát akkor hol van az Isten, hol van a Krisztus, hogyha ma nem történnek ilyen jelek? Nem is ezzel a felfogással szeretnék alapvetőleg vitatkozni, amiért ezt felhoztam, az maga a tény, a tanúskodásnak a
ténye. És azt hiszem, hogy maikor emberének, a mai kereszténységnek az egyik legnagyobb feladata tanúságot tenni az ő Uráról. És Jézus szava a mai napon, karácsony ünnepe utáni vasárnap erre biztat. És ehhez ad támpontokat. Először is ebből az igéből azt vehetjük észre, vagy azt szűrhetjük le, hogy Jézus azt mondja, hogy ne féljetek! Ne féljetek tanúságot tenni! És sokszor valóban ma is fél a mai ember. A modern ember különösen is fél attól, hogy azt mondja, hogy igen, én tartozom egy gyülekezethez, igen, én tartozom egy egyházhoz, vagy igen, én tartozom oda az Istenhez, tartozom oda a Krisztushoz, mert annyi rossz és negatív kritikát lehet emiatt kapni, hogy inkább az ember háttérbe vonul, és inkább azt mondja, hogy hát, adjuk, elüti valamivel ezt a témát, és nem is akar róla beszélni. Miközben Jézus szava ott van, és bíztat minket, hogy ne féljetek! Ne féljetek, mert majd én veletek leszek, én az én lelkemmel ott leszek, és én megerősítem azt, amit ti mondotok. Megerősítelek ebben a hitben. Csak tanúskodj! Csak mondjad! Csak hirdesd azt, amit hirdetned kell. Azt is mondja ezzel a kis történettel az evangélium. Jézus azt mondja a tanítványai, hogy ne aggodalmaskodjatok. Azt mondja, ne vigyetek magatokkal semmit. Mindenetek meg lesz. Mert ő ott van velük, nap-nap után. Mert ő maga gondoskodik róluk. Talán nem olyan látványosan, mint ahogy Illésről gondoskodott az Isten, hogy hollók táplálták és a patakból tudott inni. De Jézus megígéri, hogy aki az ő nyomába megy, aki őről akar tanúskodni, annak mindig meg lesz a betevője és a szállása. És erre talán a legjobb példa Pál apostol maga. Aki nem tudta hova megy, nem tudta merre tart. De amikor odaért, akkor meglátta a feladatot, és mindig volt neki betevője is, és mindig volt neki szállása is. Azt mondja Jézus, indulni kell, menni kell, elküldi azt a 72 tanítványt. Menjetek! Menjetek és szóljatok, beszéljetek arról, hogy én érkezem. Nem holnap, nem holnap után, nem majd, nem lehet késlekedni. Menni kell. Menni kell most, menni kell ma. Menni és hirdetni az evangéliumot. Menni és hirdetni azt, hogy van ennek a világnak egy megváltója. Hirdetni azt, hogy az Isten úgy döntött, hogy békességben akar élni az emberrel. És azt is mondja Jézus, hogy ne hátráljunk meg. Igaz, sose ígéri, hogy ez egy könnyű feladat. Soha sehol az evangéliumokban nem mondja, hogy a tanítványi lét az egy olyan egyszerű sétavalok lenne. De ott a Getsemáné kertben, az utolsó este, az utolsó vacsora után, akkor imádkozik a tanítványai. Azt mondja, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világot, őrizd meg őket a gonosztól. Így imádkozik, érted és értem. Így imádkozik mindannyiunkért. Mert ennyire fontosak vagyunk neki, hogy közvetlen a halála előtti órákban is ránk gondol. Mert ott akar velük lenni. Mert azt akarja, hogy ne hátráljunk meg, hanem érezzük azt, hogy ő fogja a kezünket és jön velünk és ott van velünk. Hogy annak a tudatába mehetünk és azt hirdethetjük, hogy az Istennel rendezve van minden, mert a bűnök bocsánatát az ő fia elhozta mindannyiunk számára. Ez egy fantasztikus ajándék, amit kapunk az Istentől. Hogy úgy mehetünk a mindennapokba, úgy mehetünk a dolgainkra, hogy efelől egyáltalán nem kell kételkednünk.
hanem teljes nyugalommal lehetünk. Ő fölvitte a bűneinket a keresztfára. Ő értünk meghalt és feltámadt, hogy nekünk bűnbocsánatunk és üdvösségünk legyen. Ez az, amit hirdetni kell szélesebb világban. Ez az, amit el kell mondani, és el kell fogadtatni lehetőleg mindenkivel. De azt is mondja Jézus, hogy ahol nem fogadnak be, ott verjétek le a port ellenük, a lábatokról is. Mert nem a mi dolgunk, hogy mi is lesz utána. Az már az Isten szent lelkének a munkája. Jézus szava az ünnep elmúltával sem akarja, hogy a kedvünk, a lelkesedésünk lelohadjon. Ezért szólít meg. Ezért hív ma is, most is, és egyben küld minket a szolgálatba tovább. Adja Isten, hogy az előttünk lévő időben, ahogy szoktuk mondani a szürke hétköznapokban, se feledjük karácsony örömüzenetét, melyből lehet újra és újra erőt meríteni, hiszen megszületett a megváltó. Ámen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy nekünk is kijelentetted Jézus Krisztust, a világ világosságát. Kérünk, terjeszt igéd által az ő világosságát, hogy sok nyelven, de egy szívvel magasztaljunk téged azért a békességért és üdvösségért, amelyet az egész világnak szereztél ő általa. Ámen. Isten igére válaszolvaljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket. 2020-ban az úrvacsora évét éljük. Minden alkalmat felhasználva megpróbálják megsejteni és megragadni a nagy titkot, Isten látható, ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban. Az úrvacsora meghív a legintenzívebb közösségbe Jézussal, megteremti a közösséget egymás között minden különbözőségünk ellenére, és képessé tesz, hogy a közösség építői, fenntartói és újítói legyünk a szeretetben. Hirdetem, hogy karácsony ünnepek alatt, illetve mostantól is online istentiszteletek lesznek a gyülekezet területén, még december 31-ének kivételével 10 órától nézhetőek a gyülekezet honlapján. December 31-én este 6 órakor lesz elérhető az istentiszteleti videó. Az online alkalmakon kívül más alkalmat sajnos nem tudok hirdetni, hiszen a jelenlegi helyzet feloldásáig nyitott közösségi alkalmat nem tudunk tartani. Hirdetem, hogy a Társulás Presbitériumának döntése értelmében a 2020-as esztendőre az egyházfenntartó járulék összege minimálisan 8000 forint per fő per év. Kérem, hogy a megszokott úton, vagy az online perselyen keresztül jutassák el a testvérek a gyülekezet kasszájába. Az online persely, ahogyan azt már korábban is hirdettük, az egyházunk által kidolgozott elektronikus lehetőség a perselypénzek befizetésére. Ez a www.perselypénz.hu oldalon található. Ezen az internetes oldalon keresztül az adatvédelmi és pénzügyi biztonsági szempontok maximális tiszteletbe tartása mellett segíthetünk annak a gyülekezetnek, amit
átutaláskor megjelölünk, nem csak persejpénzt, hanem adományt és egyházfenntartó járulékot is lehet itt befizetni. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Megkezdett 151-es énekünk utolsó versét. Vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünk végén a 161-es énekünk utolsó versét. Thank you.
Erősváros.